Vágyott már arra, hogy egy időgépbe ővet tisztállással jövőt? Hogy tudja, mit kell most tennie, és mit kell elkerülnie ahhoz, hogy hosszú távon elégedett és sikeres legyen mind szakmailag, mind a magánéletében. Gondolt már arra, hogy jelenbeli döntései milyen hatással lesznek jövőbeli kilátásaira? Ha igennel válaszol ezekre a kérdésekre, akkor jó helyen van. Ez itt a Future Talks, a Trade Magazine Business podcastja, én pedig Krizsó Szilvia vagyok. Műsorunkban ismert és elismert üzletemberekkel, tudósokkal és szakértőkkel hozzuk közelebb a jövőt. Tartson velünk! A Future Talks vendége Porko Láb Imre, a Matthias Corvinus Kollégium Vezetőképző Akadémia igazgatója, és most elkezdem sorolni, hogy még mi minden volt, van emellett, mert hogy hosszú lesz ez a történet. Korábban a NATO stratégiai transformációs parancsnokságán, majd a NATO szövetséges transformációs parancsnokságának volt a parancsnoka, és aztán a Pentagonban dolgozott 7 évig, 30 évig részben elit katonai alakulatoknál szerzett gyakorlatot a vezetés területén, továbbá parancsnoka volt a 34. Bercsényi László különleges műveleti zászlóainak is. Aztán 2018-ban hazajött, a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosi hivatalban kutatás, fejlesztés és innovációs kormánybiztos helyettes lett, ahol egy hazai védelmi innovációs ökoszisztéma alapjának lerakása volt a fő feladata, és ugye 2020. októberétől került az MCC Akadémia élére. Nagyon örülök, hogy itt van, üdvözlöm, és kérdezem, hogy jól mondtam-e fel az önéletrajzot. Jó napot kívánok! Igen, annyival egészíteném ki, hogy a NATO stratégiai parancsnokát képviseltem a Pentagonban, tehát nem a parancsnok voltam, de az ő képviseletét láttam el ott az ötszögletű épületben. Az izgalmas, mert nekem, meg szerintem nagyon sokaknak, akik most minket néznek, meg hallgatnak, erről csak filmélményük lehet, hogy ez milyen, szóval milyen egy katonai élete, mondjuk a NATO-ban, a Pentagonban, itthon. Szerintem nagyon szabályozott és kiszámítható valamilyen szempontból, hiszen arról van szó, hogy a katonalét azért arról szól, hogy elég erősen szabályok közé szorítjuk az embereket, és ezekre szükség is van. De ami rám jellemző, hogy én inkább a hagyományostól eltérő vezetési gondolkodásmódot képviseltem. Tehát 2004-ben, amikor hazajövök Irakból, van egy védelmi felülvizsgálat, aminek az egyik megállapítása, hogy különleges erőket kellene Magyarországon létrehozni. És azon szerencsések egyike vagyok, akik részt vesznek ennek a képességnek a megalkotásában. És talán itt kezdődik nálam az, hogy elkezdek másképpen a tradicionálistól eltérő módon, vezetési módszerekkel, szervezéssel foglalkozni. És ez a NATO-ban úgymond teljesedik ki, ahol pedig nemzetközi szintű innovációs folyamatokba látok bele, illetve kezdek el ilyen ökoszisztémákat létrehozni. De egyébként mennyire van tere, de ezek szerint akkor van tere a hagyományostól eltérő gondolkodásmódnak, mert megint csak félményményekre hivatkozva az ember azt látja, hogy a katonai szervezetekben az van, hogy van a parancs, és akkor azt meg kell csinálni, ha tetszik, ha nem. Igen, így van, és a parancsot azt meg kell csinálni, ha tetszik, ha nem, tehát hogy efelől kétség sincs. Viszont azt is látni kell, hogy az elmúlt 150 évben azért nagyon más a világ, mint amit sokszor a könyvek sugallnak. Tehát, hogyha egy statisztikát szeretnék mondani, akkor a 80%-a az ilyen összecsapásoknak az úgynevezett aszimmetrikus összecsapás volt. Ez azt jelenti, hogy nem két tradicionális haderő sorakozott fel, mondjuk a mező két oldalán kard ki kard, és akkor próbálták meg lejátszani egymás között, hanem gerillák, terroristák, nem állami szereplők próbáltak meg állami szereplőkkel, vagy tradicionális módon gondolkodó haderőkkel szemben valamiféle tevékenységet végrehajtani. És ez ugye az ezredfordulót követően meg még jobban elszaporodik. Azért Irakról, Afganisztánról nagyon sokat hallottunk, és a jelenlegi konfliktusoknak is a döntő többsége, hála Istennek mondhatom, de tényleg az aszimmetrikus irányba megy el, és nagyon remélem, hogy világháborúhoz hasonló világégést a közeljövőben nem kell megtapasztalnunk. Én tudom, hogy amikor ott volt a Pentagonban, akkor ugye valamilyen szintű jövőkutatást kellett csinálni, mert 30-40 évre előre kell valamilyen hadviselési stratégiát kialakítani, de azért akkor ebből az is következik, hogy van rálátásuk az átlag emberektől nagyobb mértékben a jövőre. Mire számítsunk a következő 30-40 évben? Segítsen! Bár lenne egy kristálygömböm, és meg tudnám mondani, de az biztos, hogy jóval nagyobb hangsúlyt kell egy kiszámíthatatlanabb, bizonytalan világban, ahol most élünk, arra fordítani, hogy feltérképezzük a jövőbeni opciókat. És egyébként a NATO-nak két stratégiai parancsnoksága van, az egyik az Monsban, Belgiumban található, az a műveletekkel foglalkozik,
És a másik van Norfolk, Virginia az Egyesült Államokban, ami pedig transformációs parancsnokságnak hívják, és ők pedig hát innovációval foglalkoznak, és megnézik, hogy mik azok a globális biztonságpolitikai, geopolitikai trendek, amik esetleg kihívást jelenthetnek a jövőben. És a NATO-nak van egy 4 éves tervezési folyamat, amikor új képességeket fejleszt, és ebbe a folyamatba táplálják be a politikai döntéshozók számára azokat a javaslatokat, amik alapján akkor elkezdődhet ez a folyamat. És utána pedig a nemzetek, a NATO nemzetek pedig létrehozhatják ezeket a képességeket. Azt is látni kell egyébként, hogy amikor a Pentagonban voltam, és James Mattis jött be, és az új stratégiát elkezdték írni, egy olyan nagyon konkrét iránymutatást adott ki, hogy 7 évre tekintsenek előre. Tehát ő azt mondta, hogy a jelenlegi technológia az olyan ütemben fejlődik, ugye exponenciálisan, hogy nem érdemes 30-40-50 évre kitekintést végrehajtani, hanem az akkori stratégiához ők egy 7 éves periódust vettek figyelembe, és ahhoz próbálták a jövőbeni stratégiát igazítani. De akkor ez azt is jelenti, hogy a vállalati szférára is ez az igaz? Tehát, hogy nem kellenek a 10 éves kitekintések, meg a 15 éves kitekintések, mert hiszen a vállalatok is most már a digitális transformáció miatt nagyon sokszor olyan technológiákat használnak, amiknek a létezéséről lehet, hogy egyébként most még nem is tudunk. Hát egyrészt én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia és egyéb digitális technológiák fejlődése miatt ez a 7 év ez úgy nagyjából reálisnak tűnik, tehát hogy azt meg tudjuk mondani. Másrészt pedig nagyon jó a tervezés, de ugye Henry Mintzberg, aki a menedzsment irodalomnak is az egyik nagyatja, 1994-ben ír a Harvard Business Review-ban egy cikket, ami a stratégiai tervezés haláláról szól. És azt írja le benne Mintzberg, hogy az, ahogy szoktuk, ugye az elmúlt évezredben, hogy leülünk, megtervezzük, és akkor utána pár éven keresztül ezt a stratégiát ezzel fogunk mókolni. Ez olyan, mint hogyha egy vasúti sínt lefektetnénk, és akkor a vonatot toljuk majd előre a sínen. Ez önmagában nem működik. Tehát, hogy azt mondja, hogy valami másra is szükség van. És természetesen az előrelátás, a stratégiai szintű szervezeti agilitás, illetve a hálózatoknak a létrehozása szerintem nagyon-nagyon fontos stratégiai elemek a tradicionális mellett. Tehát, hogy nem elvetni kell az, ahogy szoktuk, módszereket, azok a továbbra is a jövőben is fontosak lesznek, viszont be kell hozni másfajta stratégiai összetevőket is, annak érdekében, hogy tartósan a versenyképességet tudjuk biztosítani. A hálózatfejlesztéssel kapcsolatban már a vállalati szférára utal? Tehát ott kell egy másfajta gondolkodásmódot behozni az eddigi megszokotthoz képest? És, de tudok katonai példát is mondani. Tehát, hogy például, amikor Irakban szolgáltam, akkor ott volt egy ilyen szupertitkos elit alakulat, aminek egyébként a történetét magyarul is el lehet olvasni, mert az a McChrystal tábornok, aki ott koriban ezt vezette, Csapatok csapata néven írt erről egy könyvet, amit ki is adtak. És ő ugye azt csinálta, hogy az ottani Al-Qaida egyik szárnya ellen hajtott végre műveleteket, és hiába a legjobban képzett katonák, tehát hogy SEAL Team 6, Delta Force, ilyenek voltak az ő csapatában, de hogy igazi stratégiai áttörő sikert nem tudott elérni. És akkor néhány vezetés technikai módszer átalakításával gyakorlatilag megsokszorozta a teljesítményt. Tehát, hogy 1700%-kal nőtt a teljesítmény, ami szerintem vállalati szférában bárki kiegyezne egy ilyennel 2 év alatt egyébként. Ez a felével is egyébként bőven. És sok mindent csinált szervezés technikailag, de az egyik ilyen például az volt, hogy a legjobb embereit válogatta, és egyfajta nagykövetként küldte el a bizonyos szervezetekhez, például a CIA-hoz és más olyan szervezetekhez, akik támogatták az ő műveleteinek a végrehajtását, illetve minden 24 órában tartott egy úgynevezett szinkronizációs időszakot. Ez egy telekonferencia volt, amiben több ezer ember csatlakozott be minden egyes áldott nap, és nem a tábornok beszélt, hanem az a parancsnok, aki végrehajtott valami műveletet előző nap, és tanult valami újat. És ott elmondta mindenki előtt, illetve utána egy chatszobában meg lehetett beszélni a részleteket, de ezáltal ugye a szervezeti tanulási folyamatokat, hogy minden 24 órában volt egy ilyen szinkronizációs időszak, olyan mértékben pörgette fel, hogy képes volt utána legyőzni ezt a terrorszervezetet, és igazi stratégiai átütő sikert ért el. Tehát akkor magyarul úgy történt a tudásmegosztás, hogy aki a helyi szinten az operatív feladatot ellátta, és közben tanult valamit, azt beadta a közösbe, és akkor ennek a közös tudásnak a részeként alakították ahhoz képest a következő lépéseket. Pontosan így van, és egyébként ez nem egy új keletű dolog, tehát hogy mi katonák azért már több száz éve foglalkozunk az úgynevezett mission commanddal, vagyis a küldetés alapú vezetéssel. Ez egészen 1806-ra vezethető vissza, amikor Napóleon legyőzi a poroszokat Jénánál, és a porosz hadvezetés elkezd gondolkozni azon, hogy oké, akkor most mi legyen. És nagyon sokan már a villámháború idején, tehát hogy jóval később látják ennek az eredményét.
mennyit. De itt a lényeg az nem az volt, hogy milyen harckocsikkal van felszerelve a Wehrmacht, hanem az volt a lényeg, hogy már nagyon fiatalon a német tisztet arra képezték, hogy önállóan hozzon döntéseket, ha kell a parancsnok iránymutatást figyelembe véve, ugye azért parancs van, de hogy bizonyos sávhatárokon belül ezt úgy nevezették, hogy döntéshozatali tér, de bemozogja ezt a döntéshozatali teret. És aki ezt nagyon-nagyon jól csinálta, ő belül lett egy Rommel vagy valaki, de hogy ez erre gyakorlatilag egy vezetéstechnikai módszertanra építették fel, és ettől lett ilyen sikeres, és ebben a vezetői szándéknak a kommunikálása és a decentralizált végrehajtás voltak a két alapvető elem, és valahol megkristális ezt fejlesztette tovább, nyilván a modern technológia segítségével. De különben ugye az MCC akadémiában, ahol vezetőket képez, mondjuk ez a módszertan alapja, hiszen ott fiatalokat választanak ki, akikből azt szeretnék, hogy sikeres vezetők legyenek. Hát akkor gondolom, hogy a katonai tapasztalatot behozza abba, hogy hogyan lehet sikeres vezetővé válni úgy, hogy az ember elkezdi a legapró lépések megtanulásától. Igen, de mi nem militarizáljuk a fiatalokat. Tehát én úgy gondolom, hogy sok hasznos dolog átszivárgott a katonai stratégiából, illetve módszerek a menedzsment üzleti életbe, és mi inkább ezeket mutatjuk be nekik. Illetve mi a szolgáló típusú vezetés és a küldetésorientált vezetésből is nagyon sokat, tehát hogy komplex gondolkodásmódra készítjük fel őket. Most például Team Science témában is tanulnak, tehát hogy kis csoportok mitől működnek, hogyan tudunk bizalmat fenntartani bennük. Utána decentralizált vezetéssel is fognak majd foglalkozni, és amikor szervezeti transformációról tanulunk, akkor próbáljuk megtanítani számukra, hogy milyen az, amikor van egy tradicionális bürokratikus szervezet, van egy startup gondolkodású, inkább gerilla gondolkodású szervezet, és hogyan lehet ezt a kettőt valahogy összeilleszteni, hiszen nagyon sok nagyvállalat ezzel küzd manapság. És én úgy gondolom, hogy a tartós versenyképesség fenntartásának ez az alapja, hogy ilyen hibrid szervezeteket hogyan tudunk működtetni a jövőben. És azért az a mottónk az MCC-ben, hogy változ, változtas, vezess, mert én úgy gondolom, hogy vezetőként ez önmagunkkal kezdődik. Tehát, hogyha saját magunk nem vagyunk képesek megváltozni, akkor nagyon nehezen nem leszünk hitelesek, amikor egy szervezeti változási folyamatot szeretnénk beindítani, már pedig erre szükség van. Tehát, hogy a szervezeteknek több mint a 87%-a jelenleg is transformációt hajt végre. Viszont az adatok borzasztóak, tehát hogy azt hiszem, hogy kevesebb, mint a 12%-a a vezetőknek rendelkezik olyan szemléletmóddal és módszerekkel, hogy tudná, hogy hogyan kell egy ilyen folyamatot, akár stratégiai szinten, vagy lent a harcárokba, de megtervezni és kivitelezni. De mi lehet egyébként ennek az oka? Belekényelmesedtünk szerintem, tehát hogy nagyon sokáig ment az, ahogy szoktuk, módszer, elterveztünk valamit, főleg a nagyvállalatoknál azért voltak erőforrások, és arra törekedtek, hogy robusztus nagyvállalatokat építsenek, ami ellenáll a stratégiai kihívásoknak és sok hatásoknak. Viszont ugye manapság annyira nagy amplitúdóval és egyre gyakrabban jönnek ezek a meglepetések, hogy már ezzel a módszerrel nem működik. Hát csak képzeljük el, hogyha mondjuk egy tradicionális helyzetből kimozdítja a nagyvállalatot egy ilyen káosz, nevezük kaotikus helyzetnek, mert bekövetkezik egy pandémiás helyzet, vagy bármi más, ami igazi megmérettetés elé állítja őket. És mit csinálnak általában? Kiválogatnak egy maréknyi embert, a legjobbakat, legtehetségesebbeket, és mint egy tűzoltó brigádot elküldik őket, hogy itt a tűz, oltsátok el. Majd ők visszamennek az eredeti helyükre, ahonnan egyébként hiányoznak addig, amíg tüzet oltottak, és mintha mi se történt volna, nem dolgozzák fel az esetet, hanem letörlik a gyöngyöző homlukukat, és akkor megy tovább az, ahogy szoktuk módon, és nincs szervezeti tanulás, nincs szervezeti fejlődés benne, hanem kicsit olyan ez, mint a főnix madár, hogy újraéled a madár, de ugyanaz a madár. Ahelyett, hogyha ha már görög mitológia, hogy mondjuk a hidrához hasonlítanám, aminek, hogyha levágták egy fejét, akkor kettő nő a helyére, tehát hogy valami jobbat próbálnánk építeni, kihasználva azt, hogy a kaotikus helyzetekből rengeteg mindent lehet tanulni, és az, ahogy megoldunk egy problémát, az egy nagyon jó ilyen tanulási lehetőség szerintem az egész szervezet számára. Igen, egyébként amit mond, ugye hozzátéve azt, hogy előbb mondta, hogy ugye változz, változtas, vezess, szent háromság, azért ahhoz, hogy meg tudjunk változni, ahhoz nagyon nagy rálátásunk kell lenni saját magunkra. Az meg nagyon nagy fokú önismeretet igényel, és hát a szembenézés képességét. A mostani vezetői, hát nem is generáció, mert gyakorlatilag nagyon sokféle generációban vannak vezetők, de mondjuk azt, hogy vezetői garnitúra, ha úgy tetszik, a hazai vállalatok élén, ön szerint ebből a szempontból is mondjuk van hová fejlődjön?
Igen, nem akarok találgatásokba bocsátkozni, mert adatok nem állnak rendelkezésemre, de hallottam egy olyan felmérésről, ami szerint a mostani vezetői garnitúra Magyarországon, azt hiszem, hogy 10-ből 1-2 kap valamiféle vezetői módszertani képzést, mielőtt egy olyan pozícióba kerülne, és talán 1-2 van közöttük, aki utána még veszi a fáradtságot, és rájön, hogy hát ezt kéne valahogy elsajátítani és módszereket. Ami azt jelenti, hogy úgy átlagosan akkor ezek szerint olyan 70% az, aki így autodidakta módon csinálja. Biztos nagyon jó szándékkal, de valahogy mégiscsak az a fajta megalapozottság és tudás az nem árt, hogyha megvan. És én inkább azt szeretném hangsúlyozni, és ezt tanítjuk az MCC-ből és a fiataloknak, hogy szerintem manapság, amikor egyre kiszámíthatatlanabb a világ, egy vezetői eszköztárral kell rendelkezni. Tehát, hogyha nálam van egy sátorépítő kalapács, és minden problémát azzal próbálok megoldani, az azért egy nagyon szűk mesdje, amin vezetőként tudok haladni. Viszont, hogyha tényleg van egy eszközkészletem, nagy Isten, tudatosan úgy építem fel a csapatomat, hogy én önmagam nem tudom ezt a vezetői spektrumot bemozogni, ismerem önmagamat, és tudom, hogy én miben vagyok erős, akkor jóval nagyobb valószínűséggel gyorsabban fogunk tudni reagálni bizonyos helyzetekben, vagy fogok tudni összerakni olyan csapatokat, akik olyan problémákra találnak megoldást, amire nincs. Ugyanis az a gond manapság, hogy nem léteznek sikerreceptek. Bármennyire is szeretné valaki ezt sugallni, hogy léteznek. Általában azokra a problémákra, amikkel szembesülünk, nagyon sokszor nincsenek készen kapott válaszok, ahova egy szakértőt be lehetne hozni, őt felhatalmazni, erőforrásokat adni neki, és akkor meg lenne a megoldás. Hanem sokszor nekünk kell kikísérletezni, és ez újfajta szemléletmódot és módszertanokat követel szerintem. De akkor ezek szerint azért nagyon sok minden ott dől el, ami persze egy kicsit ilyen közhelyesnek tűnik, de mégis, hogy kiket választunk magunk köré, magunk alá, tehát hogy kikben látjuk meg azt a potenciált, hogy a mi vezetésünkkel ők azzá tudnak válni, akivel közös eredményeket érünk el. Igen, és hogyha ha behozhatok megint egy katonai hasonlatot ide a kiválasztás kapcsán, akkor ugye megint csak, hogy mondjam, a kiválasztási folyamatok azok elsősorban ugye a skill-ekre, a készségekre. Tehát az, hogy valaki tud-e kódolni, hogy milyen kommunikációs készséggel rendelkezik, stb. Valamilyen szinten ezt le tudjuk mérni. Például egy sales pozícióra keresünk valakit, akkor megvannak azok a paraméterek, amik alapján kiválasztjuk. De ez önmagában, hogy egy kiszámíthatatlan környezetben érvényesülni tudjon valaki édeskevés, főleg vezetőként. Mert az, hogy hogyan tudja kezelni a félelmeit, az, hogy hogyan kommunikál vészhelyzetben, hogy milyen helyzettudatossággal rendelkezik, és még sorolhatnám, amiket mi katonák attribútumoknak vagy karakterjellemzőknek nevezünk, ez sokkal fontosabb szerintem, mint a készségek, vagy nagyobb hangsúlya lesik latban, amikor nem a normál mesdjén haladunk, hanem tényleg újra meg újra föl kell találnunk önmagunkat. És ezt viszont nem mérjük. És azért nem mérjük, mert ezt nem lehet mérni. Tehát egy 15 perces állásinterjúra, hogyha valaki felkészül, akkor azért tud olyan válaszokat adni, hogy az tetszen a leendő munkáltatónak. De éppen ezért ugye a katonai kiválasztás például az elit alakulatoknál arra megy, hogy eltoljuk az embereket a teljesítőképességeik határáig, meg egy picit azon is túlra, és akkor jönnek elő igazán ezek a karakterjellemzők. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy olyan helyzetekbe kell, hogy hozzuk magunkat, hogy fel tudjuk ezeket mérni, illetve itt fejleszthetőek ezek a készségek. Hogy egy kicsit kevésbé legyek absztrakt, mondjuk, hogyha valaki mondjuk nem túl türelmes, annak hiába tartok egy 20 perces előadást a türelemről, attól, bár ha végighallgat szó nélkül, lehet, hogy egy picit türelmesebb lesz, de hogy ha mondjuk egy olyan szokást alakít ki, hogy mindig a leghosszabb sorba áll be a boltba, akkor 2-3 hónap múlva valószínűleg, hogy a türelmi képessége az fejlődni fog. Tehát, hogy apró pici lépésekben, hogyha olyan helyzetekbe hozzuk magunkat tudatosan, felismerve azt, hogy szükségünk van fejlődni valamilyen területen, vagyunk képesek arra, hogy hosszú távú belső változást vagy sikereket érjünk el. Hát az a kérdés, hogy szükség van-e mondjuk ennek az embernek az esetében például a türelemre. Nekem az a mániám, és akkor tök kíváncsi vagyok a véleményére, hogy én amikor fejlesztéssel foglalkozom, vezetők fejlesztésével, bármilyen tréningben vagy coachingban, akkor mindig azt mondom, hogy koncentráljunk a meglévő erősségekre, azokból hozzuk ki a maximumot, és nézzük meg, hogy ami nem annyira erős, abból mi az, ami igazából mindegy is, mert hogy nem arra kell neki támaszkodnia.
És lehet, hogy valakinek egyébként a türelmetlensége az ad egy olyan plusz erőforrást, amit aztán jól lehet kamatoztatni, és akkor igazából nem kell, hogy beálljon a sorba. Igen, tehát egy alapjából egyetértek, és mi is erre koncentrálunk, hogy ahogy én hívom, a szuperképességeit felfedezzük valakinek, és akkor az MCC-ben is egy nagyon komoly egyéves ilyen önfejlesztésen mennek keresztül a hallgatók. De én úgy gondolom, hogy mivel egyre kiszámíthatatlanabb a környezet, ezért a vezetőtől is megköveteli, hogy bizonyos területeken fejlődjön. És az emberek egyre érzékenyebbek, én azt veszem észre, a kiégés veszélye egyre jobban fenyegeti őket. Tehát, hogyha a csapatunkat szeretnénk tartósan motiválni, akkor olyan dolgokkal, mint a saját vitalitásunk fejlesztése, a türelmünk, a kommunikációs módszertanáinknak a fejlesztése, és még sorolhatnék néhány dolgot, ezek alapvetően fontosak. Ha már csak a kommunikációnál tartunk, hogy megint ne absztrakt módon közelítsük meg a témát. Tehát, hogy mit várnak el egy vezetőtől, főleg kiszámítható, hogy felálljon és biztonságot adjon az embereknek. Megmondja, hogy elmegyünk, erre megyünk, ide tartunk, ez lesz. De ezt ugye nem teheti most meg. Tehát, hogy épésszel nem tudja valaki azt mondani, hogy én tudom, hogy egy év múlva mi lesz, hiszen annyi bizonytalansági tényező van, például a pandémia kapcsán, hogy nem lesz hiteles. És akkor ugye egyrészt a félelmeket kezelni kell, mert vezetőként föl kell állnunk, és kimondani ezt a két szót, amit szerintem egy vezető retteg tőle, hogy nem tudom. És ezt vállalni kell, viszont azt hangsúlyozni kell, hogy az, hogy hogyan jutunk el mondjuk e hó végig, vagy a negyedéves tervet hogyan akarjuk teljesíteni, azt sokkal többször kell kommunikálni, meg ugye amit beszéltünk meg Krisztánnal, és a sávhatáruk, a döntéshozatali tér, tehát hogy az embereknek egyfajta iránytűt kell a kezükbe adni annak érdekében, hogy decentralizáltan tudjunk vezetni. Tehát, hogy ez mindig egy spektrum, ez nem vagy tőlem is kérdezik, hogy akkor hogyan kell viselkedni. Én azt mondom, hogy potmétereket kell szabályozni, és az adott szituációhoz, meg a vezetőnek a karakteréhez kell igazítani, mert valószínűleg, hogy lesznek olyanok, aki bármennyire is próbálna keményen fellépni, és vérengző módon nem tudom valamit előadni, de nem állna jól neki, mert ő egy empatikusabb vezetői stílust képvisel. Még ez az önazonosság kérdése, és egyébként szerintem a hiteles kommunikációban az, hogy ki tudom mondani, hogy nem tudom, de együtt megpróbáljuk megoldani, az elképesztő nagy erőket tud felszabadítani. Nem fontos, illetve emlékeztetni az embereket arra, hogy csináltunk már hasonlót, és behozni sztorikat, behozni metaforákat, hiszen ezeken keresztül tudjuk eladni igazából a víziót, illetve tudjuk őket akár tartósan motiválni, főleg a jelenlegi helyzetben. Amely szóba hozta a stresszt, meg a kiégés, ugye ez most már gyakorlatilag népbetegségnek számít, most a WHO is, de Németországban már jó pár évvel ezelőtt felvették a népbetegségek közé. Ön például hogyan küzd a stressz ellen, a kiégés ellen, és egyébként azt gondolom, de megint csak laikus szemszögből közelítve, hogy azért a katonáknál biztos, hogy felfokozott idegállapot van, és biztos, hogy állandóan valamit tenni kell azért, hogy majd akkor 5 év múlva, meg 10 év múlva is lássam magamat ebben a szervezetben. Igen, ezt ugye két oldalról közelíteném meg. Az egyik, behozok megint egy sztorit egyébként. Nansen neve, nem tudom, hogy kinek ismerős, de ő volt az, aki először Grönlandot gyalogszerrel leküzdött. És amit ő csinált, hogy mielőtt elindult volna az expedícióra, egy úgynevezett félelem térképet készített, és megnézte, hogy milyen váratlan helyzetek következhetnek be. Eszkimókkal élt együtt, és úgymond beoltotta magát stressz és félelem ellen, ugyanis olyan helyzetekbe hozta magát, amikre később egyébként nagy szüksége volt, és ezért élte túl az egészet. De hogy a katonalét és a gyakorlatok az pont azt a célt szolgálják, hogy a valóságoshoz nagyon közeli, életszerű szituációkba helyezzük magunkat, ahol dönteni kell, átélhetünk bizonyos dolgokat, és ez egyfajta stresszoltást is eredményez, de ez nem kell Afganisztánba járni, elég, hogyha valaki, nem tudom, elmegy egy Spartan versenyre, kicsit összesarazza magát, kimozdul a komfortzónájából, viszont én úgy gondolom, hogy tudatosan törekednünk kell arra, hogy amikor nyugosabb időszakok vannak az életünkben, akkor keressük ezt az úgynevezett metabolikus telet. És ez azt jelenti, hogy mozdítsuk ki magunkat a komfortzónából, és valamivel stresszeljük meg a szervezetünket. Ha viszont tudjuk, hogy mi az, ami nagyobb valószínűséggel bekövetkezik, azt érdemes saját magunkat és a csapatunkat is ilyen helyzetekbe hozni. A másik pedig
pedig az, hogy ezek a dolgok tényleg tanulhatóak és fejleszthetőek, és a stressz megküzdésnek az egyik legalapvetőbb módszere szerintem az, hogyha aktívan regenerálódunk. Ezt ilyen megint csak népbetegségnek tartanám, rengeteg emberrel találkozok, aki arra büszke, hogy csak 5 órát alszik, vagy 4 órát alszik, és keményen tolja, és hogy ő bírja. De nem bírja. Tehát, hogy ezt most egyébként mérésekkel is alá tudjuk támasztani, ilyen méréseket végzünk is például a hallgatóknál is az MCC-ben, és tényleg megdöbbentő eredmények jönnek ki, mert makacs tények ugye a számok, amikkel szembesülünk. De hogy a fiziológiánknak azért vannak határai. Tehát amikor lelkesek vagyunk és úgy érezzük, akkor is tudatosan törekedni kell, hogy akár pici időszakokra napközben, szokások, rutinok kialakítása révén betegyünk olyasmit, amikor feltöltődünk. Mondok egy példát, ugye a mi kampuszunk most fönt van a Somlói úton, most költözködünk egyébként onnan, de én azt csináltam, hogy a találkozóknak egy jó részét azt ilyen sétálósra tettem át, és akkor felsétáltunk a Citadellához, vettünk egy kávét útközben, ugye láttam, napfényen voltam, zöldbe voltam, sétáltam fel a hegyre, mozogtam, és még mondhatnám, és össze se tudom hasonlítani azt a napomat, amikor volt 3-4 ilyen találkozóm, meg azt, amikor nem, mert mondjuk az irodában kellett kuksolnom valami miatt egész nap. És ezek apró pici dolgok, és rengeteg ilyet lehetne még felhozni, de hogyha tudatosan ezeket behozzuk a mindennapjainkba, akkor már sokat tettünk azért, hogy javítsunk a közérzetünkön, és a stresszt meg tudjuk küzdeni. És hogyha... Különben bocsánat, és mennyit alszik? Nagyon kíváncsi vagyok. Én hál' Istennek ezt jól csinálom, jól és sokat alszom, illetve jó az alvás minőségem is, mert szoktam mérni egy ilyen kütyüvel, és én a 7,5 órára törekszem. És általában ez megint személyfüggő, de valahol 6 és 8 óra között lenne az ideális mindenkinek, és inkább a 8 fele kellene tendálni. De ez személyfüggő. Le vagy sokáig alszik? Én korán kelek, úgyhogy korán fekszem. Tehát én általában olyan 10-30-kor igyekszem már ágyba lenni, amikor erre lehetőség van. De azt azért nem lehet kimondani, hogy nem stresszes, ugye? És bocsánat, most, hogyha beavatom a nézőinket egy olyan fajta kulisszatitokba, hogy itt ki voltak rakva isteni pogácsák, és beszélgettünk arról, hogy hát volt egy periódus, amikor minden reggel azokat a jó zsíros pogácsákat regeztünk, mondom, oké, de hogy tud ilyen vékony maradni, és akkor azt mondta, hogy hát a stressz. Tehát, hogy azért valamennyi stressz, az mindenképpen van. Igen, ez ugye két dologból adódik. Egyrészt azok a beosztások, amiket vállaltam, hiszen fejlődni szerettem volna, és erre rengeteg lehetőséget is kaptam a Magyar Honvédségbe. Ott azért valami újszerű dolgot mindig kellett csinálni, és ez rengeteg stresszel jár. És szerintem ehhez is hozzá lehet szokni. Tehát, hogy megint a katonalétből adódik, hogy olyan élethelyzeteket él meg valaki, amikor már a mindennapi kisebb dolgok nem nagyon tudják őt felbosszantani, hiszen csak visszagondol arra, hogy volt már sokkal rosszabb élethelyzetben is. De az biztos, hogy a stressz kis mennyiségben és jól időzítve egyébként egy nagyon jó teljesítményfokozó tud lenni. Tehát ugye a stresszt ezt próbáljuk demonizálni, és tényleg, hogyha hosszú ideig ugye aggódunk valamin, az egészségünkre káros. De egyébként, hogyha tényleg csúcs teljesítményt akarunk elérni, akkor nagyon hasznos tud az lenni, hogyha stressz helyzeteket teremtünk, akár magunknak, akár pedig a csapatunknak, mert ez azért befókuszálja őket, és arra sarkalja az embereket, hogy jobban teljesítsenek. Hogy tudunk egyébként ilyen típusú stressz helyzeteket teremteni tudatosan arra az időpontra időzítve, amikor erre szükség van? Hát ugye ezt nehéz meghatározni, de Csíkszentmihályi Mihálynak volt egy nagyon-nagyon jó elmélete, ezt a flow csatornának hívja. És a flow csatorna az ugye az a sweet spot, ahol a képességeink és a kihívások nagyjából összhangban vannak, de Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy egy picit a kihívást azt magasabbra kell rakni. Tehát, hogy mondjuk egy számmal nagyobb kabátot felvenni, hogy egy picit lötyögjön az a kabát. És hogyha karrierdöntést kell hoznunk, hogyha a csapatunk számára feladatokat, célkitűzéseket kell meghatározni, akkor próbáljunk meg erre a 4%-ra törekedni, amit ő mondott. Ugye ez egy, nem tudom, egy konditeremben könnyű, mert ezt tudom, hogy a súlyokat hogyan. Szellemi munkánál azért nehezebb ezt meghatározni. De azt lehet rá látni, hogy mi az, amit még elbír a csapatunk, hogyha már egy ideje együtt dolgozunk, és mi az, ami már túl sok, és akkor ott egy picit visszább venni. De én azt mondom, hogy tudatosan törekedni kell arra is, hogy
hogy akkor fentebb tesszük a lécet, és arra is, hogy aktívan regenerálódunk. Tehát, hogy mikor van az az időszak, amikor viszont úgymond kivonjuk őket harcérintkezésből, egy picit letesszük a lantot. Mert az is egy mítosz, hogy valaki képes 9-10 órán keresztül folyamatosan 120%-on teljesíteni. Tehát azt hiszem, az elmúlt 200 évre megnézték a legjobban teljesítő embereket, és átlagosan 4,5-5 órát hajtottak végre fókuszált tevékenységet, és ez se egyszerre, hanem ilyen nagyjából ilyen 90 perces periódusukban. Ugye Erikson írt a tudatos gyakorlásról, és pontosan ezeket támasztották alá az ő, és utána a kutatótársainak is a kutatásai, hogy fókuszáltan nagyjából ez az az időtartam, amikor képesek vagyunk csúcs teljesítményre, és oda tudjuk tenni magunkat. Ami ennél tovább tart, ott már a flow területére mászkálunk be, és ott viszont szerintem flow állapotba kell hozni magunkat, vagy a csapatunkat, hogy ezt hosszabban is fent tudjuk tartani, ezt az állapotot. De például ez is érdekel, hogy tudjuk flow állapotba hozni. Ugye Csíkszentmihály hivatkozott, és ugye azt mondja, hogy a flowban repül az idő, és az ember tényleg úgy teljesít, hogy észre se veszi, és egyébként jobban teljesít, de ez olyan látszólag hangzik egyszerűen, hogy és akkor kerüljünk flóba, mert hogy azért gondolom, hogy ennek is kéne, hogy legyen olyan módszertana, amivel erre rásegítünk. Hú, hát nem tudom, mennyi időnk van, de... hát annyi biztos, hogy elmondja. De elkezdem kicsit messzebbről, tehát megint mondanék néhány adatot, tehát hogy ez most már azért nem a spiritualizmus, meg a miszticizmus, amiről beszélgetünk, hanem tényleg neurotudományok, és az elmúlt 10 évben nagyon sokat fejlődött, tehát hogy Csíkszentmihályi ő a pszichológia módszereivel kezdte, és utána Seligmannel, amikor találkoztak, tényleg a pozitív pszichológia megteremtésének az egyik alapköve volt, és hát ő a flow-ról a legismertebb, de egyébként a kreativitás és egyéb területeken is nagyon maradandót alkotott. Viszont manapság már mérni tudjuk ugye az agyi elektromosságot, majdnem azt mondtam, hogy a hormon szint változásokat is, de hogy a fiziológiánkat azt mindenféleképpen. És ebből úgynevezett flow gyanút ki lehet mutatni. Ez kicsit olyan, mintha mondjuk egy digitális fényképezőgép megérkezett volna az életünkbe, mert azelőtt mi kellett? Egy fotós kattintott egyet, nem tudom, 2-3 hét múlva előhívta, nézegette, ott elgondolkozott, hát nem ilyen beállítást kellett volna csinálni. Most ugye egy hisztogramot megnézek, és tudom jó, hogy nekem személyre szapottan mi az, ami működik. Ez viszont lehetővé teszi azt, hogy egyéni módszerekkel kísérletezünk. Tehát, hogy megint nincs az, hogy a flow-ba kerülés 5 lépése, és ez mindenkinek működik. De vannak ilyen flow típusok, hogy kinek mi hozza be. Nálam például az elmélyült írás, ugye ez a könyveknél is előjön. Egy olyan tevékenység, amivel sokkal nagyobb valószínűséggel flow-ba tudok kerülni, illetve vannak olyan egyéni csapat és környezettervezési szokások, amit pont a harmadik könyvemben fejtek ki, amiket, hogyha fedésbe hozunk, és megpróbáljuk a mindennapjainkba beilleszteni, akkor nagyobb valószínűséggel fogunk flow-ba jutni. És tényleg elképesztő eredmények vannak. Tehát, hogy a McKinsey CEO-kat dobált be flow-ba, és megmérte őket, 500%-kal nő a teljesítmény. Kreativitás 4-700%-kal nő Sydney Egyetem kutatása, de még 3 nappal utána is megnövekedett kreativitás szintről. Az itt ismeret elsajátítási képesség 240%-kal nő. Tehát, hogy itt nem 5-10%-okról beszélünk. Ez tényleg egyfajta szent grál, amit szerintem érdemes kutatni, de ezt egyéni szinten kell vizsgálni, megnézni, sok kísérletezéssel jár, hogy kinek mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És utána megint visszamegyünk ugye a pici, apró, mindennapi szokások és rutinok szintjére, hogy akkor megpróbálunk arra törekedni, hogy akkor abból egy kicsit többet adagolunk. Ez nagyon izgalmas, na majd utána fogok járni, hogy én vajon mitől fogok tudni flow-ba kerülni, és hogyha azt mondja, hogy hát ugye mindenkinek egyéni recept, akkor nyilván ez ebben az értelemben mindenkinek vagy rövidebb, vagy sokkal hosszabb időt vesz igénybe, hogy ráébredjen arra, hogy nála mi az, ami működik. Szóval azt a harmadik könyvét, ami még meg se jelent, de nem sokára meg fog jelenni, de én még beszélnék egy kicsit az elsőről, és aztán visszatérnék a harmadikra. Mert az a cím, hogy szolgálj, hogy vezethess, az számomra azért volt meglepő annó, amikor megjelent ez a könyv 2016-ban, mert az ember sok mindent társít a vezetői léthez, de mondjuk éppen a szolgálatot, az talán kevésbé. Ez csak pusztán a katonai hasonlathoz adaptálódott cím, vagy azért ennél sokkal több van már eleve a szemléletben? Én úgy gondolom, hogy sokkal több van, de nyilván megint a katonai létből jön.
Ugye a könyvnek egyébként azért ez a címe, mert én nagyon fiatalon lehetőséget kaptam arra, hogy Sandhurstbe a Királyi Katonai Akadémián tanuljak, aminek a mottója egyébként Serve to Lead. És ez 270 évre vezeti vissza, tehát Churchilltől kezdve nagyon sokan képződtek ott a falak között. És én úgy gondolom, hogy nagyon komoly tudással rendelkeznek azt, illetően, hogy hogyan kell vezetőket képezni. És arra döbbentem rá, hogy az a fajta szolgálat vagy szolgáló mentalitás, amit katonákba igyekeznek így vezetőként is, tehát hogy parancsnokként is nagyon fiatalon belerakni már, az hasznos tud lenni a jövőben, és nem csak a katonai területen. És az a baj szerintem, hogy van egy mítosz, hogy ugye a szolgáló vezető egy olyan ember, akin át lehet taposni, és akkor az agresszívebbek majd előre mennek, és ők fognak feljutni a hierarchia csúcsára. De egyébként ez nem igaz. Megint csak van egy kutatás, ami bebizonyította, hogy valóban azok, akik hát hogy mondjam, picit gyengébbek, és viszont a szolgáló vezetői mentalitást képviselik, azok az alján helyezkednek el egy piramisnak, kevesebbet keresnek, általában nem a csúcsvezetői pozícióban vannak. És érdekes, hogy a piramis közepén helyezkednek el az agresszív típusú vezetők, viszont a piramis legcsúcsán megint csak szolgáló vezetők vannak. Egy Give and Take című könyv egyébként kibontja ezeket így részletesen. És azok, akik képesek a csapatukat bemozgatni és motiválni, és meg tudják stratégiailag választani azokat a pillanatokat, hogy mikor állnak ki önmagukért, illetve a csapatért, vagy azért az ügyért, amiért küzdenek, na ők vannak a piramisnak a csúcsán. És ez az, amit szerintem meg kell tudnunk érteni, és tudatosan meg kell választani a csatákat, amikbe belemegyünk szolgáló vezetőként, hogy ne csak úgy tűnjön, hogy velünk bármit meg lehet csinálni, és akármit le lehet tolni a torkunkon, hanem igenis vannak olyan pillanatok, amikor megmondják a véleményüket, kiállnak az embereikért, és ez viszont ugye nagyon tudja motiválni azért a csapatot is, mert ők biztos, hogy fognak erről értesülni, hogy a vezető kiállt értük. Ön egyébként mindig, amikor elkezdett már vezetőként tevékenykedni, akkor beillett ebbe a szolgáló vezető definícióba? Én mindig törekedtem arra, hogy ezt képviseljem. Egyébként pont az első könyvemnek van egy fejezete, amiben egy ilyen mozaik szót, ugye a kést hozom be, és nagyon sokan visszatükrözték, akik olvasták a könyvet, hogy talán ez az egyik legmaradandóbb ilyen üzenet, ami megmaradt nekik, és ez arról szól, hogyha ugye a K az a küldetés, vagy amit végre a célkitűzések, amit hajtanunk, az E az az embereim, az S meg a saját magam. És arra próbálok utalni benne, hogy ha vezetőként döntéseket kell hoznunk, és ezt a sorrendet tartjuk be, akkor nagyon nem fogunk félre menni. Ez egy viszonylag egyszerűsített módja a döntéshozatalnak. És az első kettő egyébként felcserélhető. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyébként az emberek talán fontosabbak is a küldetésnél, és katonai példákat is tudnék erre mondani, amikor egy vezető ott helyben úgy döntött, hogy az embereit a küldetés elé helyezi. Például az első iraki háború idején egy SAS, ez az a briteknek a különleges légiszolgálata, tehát az elit alakulata, kihelyezték őket egy műveleti területre, és azt képzeljük el, hogy egy ilyen kétrotoros csinok helikopterrel éjszaka leszállnak mélyen az ellenséges vonalak mögött, és a feladatuk az lett volna, hogy SCAD rakétákat figyeljenek meg, hogy merre mozognak, és jelentsék a tevékenységet. És hát gyakorlatilag biliárdasztalhoz hasonlított a terep, tehát hogy annyira sík volt, hogy ott nem lehetett elrejtőzni, és 30 másodperce volt a parancsnoknak, szétnézett, visszapakolta 30 másodperc alatt az embereit, és visszajött. És egyébként rendesen bíróság elé állították, hiszen ugye nem hajtotta végre a küldetést, amit rábíztak, de utána megvizsgálták, és neki adtak igazat, gyakorlatilag megmentette az embereinek az életét. Tehát, hogy ő ott abban a pillanatban hozott egy döntést, hogy az első kettőt, a küldetést, az embereit felcserélte, saját magával viszont nem törődött, tehát, hogy nem az befolyásolta a döntését, hogy akkor mi lesz velem, mit fognak szólni, esetleg gyávának tartanak, bíróság elé kell állnom, stb., hanem ugye a küldetést és az embereket tartott a szem előtt. De nagyon egyszerűsítve, akkor ez valamilyen szinte egy parancs megtagadás volt, aminek a végén végül is neki adtak igazat, hogy ebben az esetben ez kellett, hogy működjön. Már szóval azt a Irakot, és tudom, hogy volt Irakban, Afganisztánban is, azt is tudom, hogy nem nagyon lehet ezekről a dolgokról beszélni, de engem azért az foglalkoztat, hogy saját magáról mit tanult meg. Mert nyilván nem fogja elmondani, hogy milyen helyzetekben volt, azért az ember így a tévé híradások kapcsán el tudja képzelni, hogy Irakban és Afganisztánban különleges alakulatban lenni, az mondjuk nem sétagalop. Mi az, amit megtanult? Amit addig nem tudott magáról,
bár nyilván nagyon sok mindent tudott, mert a kiképzésben azért gondolom, hogy ott is elmentek nagyon a határon túlra. Hát igen, talán az egyik az, hogy ezt akár egy évig is lehet csinálni. Tehát, hogy azért egy kiképzésről idővel hazajövünk, és ott megvan az úgymond biztonsági háló, hogy azért tudjuk, hogy ez egy gyakorló tér. Azt is megtanultam, hogy nagyon jól tud esni mondjuk egy meleg vizes zuhany, vagy egy vetett táj. Tehát, hogy az élet apró dolgait utána sokkal jobban tudja értékelni az ember. De talán a legfontosabb az, hogy koalícióban dolgoztunk együtt, és hogy mennyire fontos az, hogy a különböző kultúrák illeszkedjenek, és hogy nem tudjuk önmagunk végrehajtani a feladatot. És az, hogy ez az egység kialakuljon, és nem csak a NATO erők egymással, illetve a szövetséges erők együttműködéséről beszélek, hanem ott a helyiekkel való viszony kialakítása, és ennek a viszonyrendszernek, ami állandóan változik, a folyamatos monitoringolása és a küldetés érdekében való kihasználása, az nagyon-nagyon fontos tud lenni. És ez ugye rányomta a bélyegét a későbbi gondolkodásomra, és amikor elkezdtem úgynevezett ökoszisztémákba gondolkodni, tehát hogy talán az egyik legfontosabb az volt, hogy a dobozon kívül kell gondolkozni, mert hogy olyan kihívások előtt áll a világ, amit önmagában egyetlen szervezet, akár egy NATO, vagy bármilyen nagy világméretű szervezet sem képes kezelni, neki is szövetségesekre van szüksége. Erről is szól a harmadik könyv, ugyanak az a címe, hogy Vállalati gerillák, változtass, vezess a káosz küszöbén, és anélkül, hogy most mindent elmondanánk erről a könyvről, én ezért az ajánlást szeretném felolvasni, mert ez egyfelől nagyon megható, azt gondolom, másfelől meg azt gondolom, hogy eszenciája annak, amit ez a könyv tartalmaz. Ez úgy szól, ugye tegyük hozzá, hogy ezt a feleségével ketten jegyzik ezt a könyvet, aki pszichológus, és hát ő is részt vett számos szervezetfejlesztési programban, és a következő ajánló van benne. Ezt a könyvet kisfiunknak, Dánielnek ajánljuk, akiből ha felnő, reméljük a kihívásokkal bátran szembenéző harcos, emberi kapcsolatait intenzíven ápoló kreatív művész, másokat lenyűgöző és ámulatba ejtő mágus, valamint vízióval rendelkező törzs főnök lesz. Hát mi ez a négy dolog, akkor ezek szerint erre van szükség ahhoz, hogy a jövőben valaki egyrészt sikeres, másrészt boldog, de legalább elégedett legyen. Erre van? Igen, tehát hogy nem szeretnék senkit elriasztani és lebeszélni a könyvről, de... Hát ezzel szerintem senkit nem szeretném, ezzel inkább bevonzottuk az embereket, én azt gondolom. Megint csak azt, tehát hogy azt szeretném elsőnek így behozni, hogy az önfejlesztés, illetve a változásmenedzsment egy nagyon komplex dolog. És én ezért nem szeretem azokat a sikerrecepteket, amikor valaki egy adott szituációban elért egy sikert, és ezt utána megpróbálja dobozolni és úgy eladni. Tehát, hogy ugye az a vezető az ő megfelelő karakterjellemzőjével, skillsetjével abban az adott szituációban lehet, hogy jól működött, de ezt utána nem lehet általános érvényűvé tenni. És ezért nagyon sokat gondolkoztunk a feleségemmel, aki egyébként HR területen dolgozott cégeknél, majd klinikai szakpszichológusként számos módszertan, és ezt a kettőt ötvözve szervezetfejlesztéssel is foglalkozik, hogy mi az, ami működhet, és hogyan találunk ennek egy keretrendszert. És mivel ő jungiánusi vonalat képvisel, ezért hoztuk be az archetípusokat. És ugye a harcos, a művész, a mágus és a törzsfőnök egyfajta archetípusként jelenik meg. És hogyha nagyon leszeretném egyszerűsíteni a könyvnek a mondani valóját, akkor arról szól, hogy mindennapi apró pici szokások és rituálék révén tudjuk a szervezeti kultúrát és a stratégiát formálni. És ez egy tartós változást eredményezhet, ellentétben sok kísérlettel, ami egyfajta fellángolás és utána sokszor csalódás a vége, hiszen a szervezeti kultúra váltásra tett kísérleteknek a 87%-a az kudarcba fullad. És valahol az energia menedzsmentről is szól az egész, mert én úgy gondolom, hogy hihetetlen energiákat kell megmozgatni annak érdekében, hogy egy nagy szervezetet, egy tankhajót elbírjunk mozdítani, és egy másik irányba induljon el. És a harcos az nagyjából azt képviseli, tehát hogy hogyan tudjuk a vitális energiát megteremteni. Táplálkozási tanácsok, szokások, ugye minden egyes
archetípushoz 5 küldetést sorolunk fel, és egyébként minden küldetéshez több tucat szokást és tanácsot adunk a könyvben. Tehát, hogy ez egy kis KT. Tehát, hogy a harcos ugye az energia mennyiségét termeli meg, amire mindenféleképpen szükség van, ez az alap. A művész az, aki az energia minőségére figyel oda, és az emberi kapcsolatok, a bizalom építés, stb. Révén egy kis csapatban meg tudja teremteni a pszichológiai biztonságot. A mágus az, aki elrugaszkodik az, ahogy szoktuk, talajáról, és olyan szinten bemozgat akár egy komplett szervezetet is, akár egy csapatok csapata szintű szervezet kialakításával, hogy behozza ezt a flow élményt. Itt az úgynevezett flofisz kifejezést használjuk a végén, amikor tényleg egy szervezeti keretbe csapatszinten próbáljuk a flow élményt megteremteni, és ehhez adunk tanácsokat. És végül a törzsfőnök az, aki ezt a stratégiával, a célkitűzésekkel, a vágyainkkal hozza összhangba ezt a fajta energiát. És én úgy gondolom, hogy ha megpróbálunk ezekkel kísérletezni megint csak, akkor a boszorkány konyhában idővel ki tudjuk főzni a saját receptünket, vagy ki tudjuk keverni azt a saját koktélt, ami működhet. Hát igen, mert pont azon gondolkoztam, hogy ez tulajdonképpen azért négyféle ember típust takar, és egyáltalán nem biztos, hogy egy testbe belefér. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem, és ezért írjuk azt, tehát, hogy az a fő címe a könyvnek, hogy vállalati gerillák, tehát hogy megint csak, hogy a szolgáló vezetést behozzam egy kicsit, nem biztos, hogy egy vállalati gerilla az a hierarchia csúcsán elhelyezkedő vezető. Ő lehet egyébként, de hogyha okos az a vezető, akkor néhány törzsfőnök típusú vállalati gerillát maga mellé vesz, és az összes többiből felkutatja őket a szervezetben, mert léteznek, tehát ezeket nem kell kreálni, ezek meglévő emberek, onnan lehet felismerni őket, hogy baromira frusztráltak, mert szeretnének változást elérni, és akár saját szabadidejük vagy karrierjük terhére is igyekeznek a változási folyamatokat támogatni a maguk módján. De hogyha ez sikerült tényleg egységes rendszerbe, egy most nagy szót fogok használni, de egy innovációs rendszerbe becsatornázni, akkor én úgy gondolom, hogy tényleg tartósan jobb helyzetben lehet egy vállalat, és erre óriási szükség van. Tehát, hogy ez stratégiai szinten szerintem ez nem egy HR szintű probléma, ez egy CEO szintű probléma. Rengeteg dologban segíteni tud. Nyilván a kiégés megelőzésében, az elkötelezettség növelésében, ugye most nagyon vándorolnak el az emberek a cégektől. Azt lehet hallani, hogy gyakorlatilag olyan munkaerő probléma van, hogy ez valami elképesztő. Igen, és ugye számos példát hozunk olyan innovatív cégektől, akik ezt csinálták, és az látszik, hogy ugye mindenki a talentumokat keresi, és ezek az emberek viszont vándorolnak azokhoz a cégekhez, akik nem csak papíron és ugye kommunikációjukban, hanem ténylegesen megpróbálják megteremteni ezt a fajta flofisz környezetet, és ez nem arról szól, hogy babzsákokat teszünk be meg csocsóasztalt, tehát hogy ezen egy picit azért túlmutatnak a tanácsok, amiket megosztunk. De különben ez a szó, amit előbb említett nevezetesen, az innováció, ez lehet a jövő kulcsszava? Tehát ahhoz, hogy valaki meg tudja maradni, ugye 7 éves ciklusokról beszélgettünk, hogy most nagyjából annyira lehet előrelátni, ahhoz folyamatosan az innovációnak kell jelen lenni? Tehát valamilyen módon innovatívnak kell lenni, mert egyébként az sem biztos, hogy a személyiségünk alkalmassá tesz minket a folyamatos megújulásra. Igen, ugye ez is egy mitosz, nem kell mindenkinek innovátornak lennie. Ez általában egyébként a szervezet 2-3%-a elég, őket viszont hagyni kell kísérletezni ezt. Például annak idején a Lockheed Martin híres példája, ők egy úgynevezett Skunk Works, konkrétan létrehoztak egy cirkuszi sátrat valahol, ahol egy új repülőgép típust kezdtek el kísérletezni, ami egy óriási siker lett, és még mai napig Skunk Works-nek hívják egyébként a Lockheed-nak a kísérletező részlegét, de hogy ez a fajta mentalitás, amit akkor kell egy nagy vállalatnak elkezdeni, amikor még nem ütött be a krak. Tehát, hogy mondjuk Elon Musk még a Tesla Model 3-as nem hirdeti meg, amire 500 000 ember leteszi az $1,000, és nem bolygatja fel az egész elektromos és önvezető autógyártást, hogy utána mindenki megpróbál ebbe az irányba menni, hanem figyelik a trendeket, ugye beszéltünk róla, hogy 7 éves kitekintés, és egy nagyon pici tétet tesznek arra, hogy mi van, hogyha nem tudom, tényleg az elektromos tárolás technológiáján fejleszteni kell, és legyen egy kis csapat, aki ezzel foglalkozik, és érti a mikéntjét, figyeli a nemzetközi trendeket, hogy ki hova tart, és hogy mikor fog ez a technológia mondjuk beérni. És nagyon jól fognak jönni ezek az emberek később. És ugye a második könyvem, amiről nem beszéltünk, de egy integrált portfólió stratégiát mutatok be benne, pont abban van,
hogy a kihívás nem is ebben áll, mert nagyon sok cég megpróbál startupokat felvásárolni, vagy létrehozni egy ilyen kis csapatot. Hát sőt, inkubátor programon keresztül effektíve szervezeten belül is kialakítja, és ez szinte most már kötelező jelleggel van, de hogy hogyan tudja ezeket integrálni utána, és hogyan tudja scalingelni ezeket a nagyvállalatban, na az az igazi művészet. És ez türelemjáték. Tehát, hogy például az IBM történetét tudom felhozni, itt, ahol Phil Gilbert bejön 2012-ben, ugyanis a CEO, aki újonnan érkezik a céghez, rájön, hogy 3 éven belül meg fognak hasalni, ha így mennek tovább. És egy 40 ezer fős szervezetről beszélünk, és Phil az elején 7 darab design gondolkodásmódú embert hoz be, és helyezi el a szervezet különböző szintjén. Ugye gondolhatnánk, hogy csepp a tengerben, de ők minden negyed évben a CEO-nak jelentenek, ugye kihagyva 5 vezetési szintet, és minden évben duplázzák a létszámot. És eljutnak hamarosan oda, hogy 1000 ilyen szakember van, a középmenedzsment rétegnek tréningje van, stb. És 5 év alatt megfordítják a céget és a szervezeti kultúrát, létrehozzák az IBM garázsokat, amik most már világszerte vannak, és egyfajta ilyen inkubátorként szolgálnak. És azt mondta Phil, hogy 25%-nál volt a tipping point, tehát hogy amikor megfordult a szemléletmód, tehát hogy nem csak úgy csináltak az emberek, mintha ők is támogatnák ezt, mert hogy a CEO-nak ez az elvárása, és ezt szeretné hallani, hanem tényleg látták azokat a kezdeti sikereket, és rájöttek, hogy ténylegesen ez az egész vállalatnak a túlélését szolgálja. Hát és akkor egyébként erről szól a maga a változásmenedzsment, hogy hogyan tudjuk megszólítani a szervezeten belüli munkatársakat, igen, hogy kiválasztani ne őket, becsatornázni, és utána ugye időt biztosítani erre, hiszen nem arról van szó, hogy tudom, évente egyszer rendezünk egy innovációs hetet, vagy valami, és akkor le van tudva meg tréningeket, hanem hogy minden héten egy picit hogyan tudnak azok az emberek, akiknek erre kedvük, affinitásuk van, foglalkozni vele, és őket hogyan tudjuk incentivizálni erre, illetve kikönnyíteni azokból a napi operatív feladatokból, amiket csinálnak. Pontosan azért, mert én úgy gondolom, hogy ez egy stratégiai érdek kell, hogy legyen a vállalatnál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és beavatott minket abba, hogy ténylegesen milyen párhuzam vonható a katonai lét és a vállalat vezetés között. Szerintem nagyon sokat tanultunk mi, aki ezt most hallgattuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.